Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd újra önmagad beszélgetés sorozat következő epizódja. Most kivételesen kettő vendég van itt velem, mind a kettők volt már más felállásban, örülök, hogy újra itt vagytok velünk. Benke Vali Leria és Sarkadi Bálint, mind a ketten pszichológusok vagytok, még konkrétabban szexuálpszichológiai szakpszichológus vagy Vali, és Bálint klinikai szakpszichológus. Az apropó pedig, amiért elhívtalak most titeket, mert a napokban kerül a könyvesboltok polcaira közös könyvetek, mely a szexről szól, nem meglepő módon, és a címe a szexből is megárt a kevés. Azt szeretném, hogyha egy kicsit mesélnétek arról, hogy mi ihlette ezt a könyvet, és majd egy kicsit jobban belemegyünk a témába. Hát elsősorban ugye a saját munkánk által tapasztalt problémák, és amikkel hozzánk fordulnak a klienseink, inspirálta a könyv létrejöttét, és ennek az egyik fő motívuma az az, hogy azt tapasztaljuk, hogy a párok nem szexelnek. Most nyilván ezt így kisarkítom, tehát van, aki nem szexel, van, aki nagyon keveset szexel, van, aki szexel, de meglehetősen elégedetlen vele. Nyilván hozzánk azok az emberek érkeznek, akik elégedetlenek, tehát azért így van egy ilyen szűrő is. Viszont szerettük volna azt, hogy eljussanak különböző információk ezen a könyvön keresztül az emberekhez, hogy akit érdekel a téma, vagy bármilyen mértékben érinti a téma, egy könyvön keresztül találkozhasson információkkal, illetve próbáltuk úgy felépíteni, hogy egyrészt ilyen kisebb történeteket is beletettünk, illetve kérdéseket, tehát hogy ilyen értelemben egy picit mélyebbre vezeti az olvasót. Tehát lehetőséget biztosít egy önismereti munkára is? Igen, nyilván ez nem egy mély önismereti munka, hiszen az egy könyvön keresztül azért nem tud megvalósulni, de arra, hogy bizonyos problémákra fényderüljön, vagy egy kicsit mélyebbre lehessen ásni, arra szerintem nagyon jól sikerült. Mm-hmm. Igen, hogy szerintem az volt a közös célunk ennek a könyvnek a megírásával, hogy hogy azoknak, akik esetleg úgy érzik, hogy vannak problémáik, vagy vannak elakadásaik ezen a téren, de hogy egyelőre még nem mennének el pszichológushoz, vagy nem kérnék szakember segítségét, hogy ők is kapjanak egy olyan információt, egy olyan segítséget, ami szakmai szempontból megfelelő, és hogy hatékony segítséget tud nyújtani. És szerintem ebből a szempontból egy ilyen hiánypótló könyv is így ez az alkotás, amit remélem, hogy nagyon sokan fognak nagy szeretettel olvasni. Én azt gondolom, hogy az apropója az vitathatatlan, hiszen Magyarországon egy eléggé tabu témának számít a szex a pénz mellett, mert ez a két dolog van, amiről, hogyha valaki beszél, akkor hát finoman fogalmazva indulatok övezik körül. És én azt gondolom, hogy a könyv az egy megfelelő platform lehet ahhoz, hogy ebben a témában, nem a szexsel kapcsolatos, amíg azt mondom, hogy nem tudom, mi a személyes tapasztalatotok, de mondjuk egy ilyen témájú előadásra hányan mennek el, amire mondjuk az lenne a cím kiírva, hogy nem szexelek, tanulni akarok, hogy vajon mennyien nyitnának arra, hogy arccal fizikai valójában beül a széksorok közé, és azt mondja, hogy igen, nálunk otthon nincsenek rendben dolgok. Szerintem ez egy teljesen más műfaj, hogy lehet, hogy nem olyan mély, mint mondjuk egy terápiás közeg, ahogy mondtad, Vali, de ehhez képest az alapfelismerésekben, a mintázatokban mégis sokat segített, ráadásul úgy, hogy ezt valaki anélkül is el tudja olvasni, hogy vállalná ennek a kellemetlenebb részét. Bár szerintem abból a szempontból meg nem lenne szabad, hogy tabu legyen, hogy nagyon sokakat érint, tehát tömegeket érint. Azért minden anonim statisztika is erről szól, hogy ez egy olyan terület, ahol azért jócs kellene itt fejlődni. Ez így van, és teljes mértékig egyetértek veled abban, amit most felvázoltál, és többek között ez is a része volt annak az ötletnek, hogy akkor ezt könyvformájában valósítsuk meg ezt az információ átadást. Ugyanakkor pont emiatt, amit elmondtál, tekintettel is kell lennünk arra, hogy mindenkinek más a tempója. Tehát, hogy van, aki nem foglalkozik a témával, van, aki... Azt hittem már konkrétan a szexre mondott, hogy más a tempója, de itt még most csak arra, hogy mennyire nyitott alapvetően. Igen. Tehát, hogy van, aki elmegy mondjuk egy egyéni terápiára, van, aki a barátaival beszél róla, van, aki különböző blogokat olvas, vagy egy könyvet vesz a kezébe, vagy akár nyíltan felvállalja, hogy neki problémái vannak. És szerettünk volna egy olyan eszközt teremteni, amit kezébe vehet bárki,
az is, aki kimer már állni mondjuk akár csak a barátai elé a problémájával, és mer kérdezni, de azok számára is nagyon hasznos, akik tényleg csak a sarokban elbújva, a privát szférájukat védve merik ezt a könyvet elolvasni és a témával foglalkozni. Azért az, amit most behoztál a térbe vagy a témába, Vali, az, hogy a baráti körben beszélgetünk, vagy különböző fórumokon olvasunk, az amellett, hogy egy nagyon jó lehetőséget, egy igen nagy veszélyt is rejthet, hiszen a szakmaiság az mennyire van jelen mondjuk egy baráti beszélgetésben. Tehát csak arra gondolok, hogy én távol tartom magam attól, hogy mondjuk a saját, a privát életemben olyan témákban állást foglaljak, amiben nem vagyok hozzáértő, nem vagyok kompetens. Tehát, hogy amit most mondasz, az, hogy van egy ilyen, az, hogy valaki tud mondjuk ventilálni, az egy nagyon jó dolog, hogy egyáltalán felszínre meri hozni azokat a dolgokat, amik őt frusztrálják a szexuális életét illetően. Az már más kérdés, hogy kinek a tanácsait fogadjuk meg ezzel kapcsolatosan. Igen, hát hogy ezért szerintem ez egy ebből a szempontból is egy fontos dolog, hogy hát mi így azt hiszem, hogy egy ilyen szakmai művet tudtunk alkotni, amiben szerintem mind a ketten ki tudunk állni amellett, amik ott le vannak írva, és hogy az egy szakmai alapokon nyugszik ez a történet. És hogy persze a ventilálás az egy nagyon fontos dolog, csak hogyha az ember így információkat gyűjt, vagy pedig így meghallgatja másoknak a mondandóját, akkor azért érdemes eldönteni, hogy ez mennyire valid az az információ, vagy pedig lehet, hogy azért meg lehet azt kérdőjelezni. Szerintem, amiket mi is leírtunk, abban is lehetnek olyan dolgok, amiket lehet, hogy valaki nem ért vele egyet, de mi szerintem így a szakmai munkánkra, egy eddigi tapasztalatainkra alapoztunk ebben. Illetve, hogy amit még így a Vali elkezdett mondani, vagy elkezdtetek erről beszélni, hogy azt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ez a szégyenérzettel párosul, ez a szexuális diszfunkcióval. Ha jól gondolom, ugye. Igen, ez is szerepel benne, és hogy talán is az egyik célja ennek a könyvnek, hogy ne szégyeljük azt, hogyha szexelünk, és hogyha esetleg vannak különleges igényeink, vagy esetleg vannak problémáink. Vagy azt sem nem szexelünk, azt sem szégyeljük, mert egy aktuális helyzet. Igen, és hogy szerintem, hogy talán, hogyha lenne egy ilyen előadás, és akkor mondjuk azt, hogy szerintem, hogy hogyan lehet így jobban szexelni, arra lehet, hogy jobban elmennének az emberek, mint hogy az lenne kiírva, hogy nem tudom, hogyan béküljünk ki a kicsi péniszünkkel, arra valószínűleg kevesebben mennének el. Mert ott is a szégyenérzet az nagyon erősen megjelenne. Az a néhány gondolat már azért előrevetíti azt, ami a következő felvetésem lenne, hogy elég nyíltan, kendőzetlenül írtatok ebben a könyvben, tehát nem kerülgetve a forrókását. Tiszteletben tartva, amit mondtál, Vali, hogy ki hol tart abban, hogy mennyire nyitott és mennyire befogadó, de azért azt gondolom, hogy ez egy fontos része ennek a hiánypótló kiadványnak, hogy nevén nevezitek azokat a problémákat, amikkel nagyon sokan szembenéznek. Én azt gondolom, hogy ezt másképp nem is lehet. Tehát, hogyha az a célja ennek a könyvnek, amit az imént elmondtunk, akkor ki kell mondani a dolgokat. Tehát pontosan az a problémáink gyökere nagyon sokszor, hogy ott motoszkál minden valahol, de nincs a felszínre emelve, nincs kimondva, és hát pontosan ez volt a célunk ezzel a könyvvel, hogy tényleg akkor tegyük ki a napvilágra, hogy mi az, amivel mi találkozunk rendkívül gyakran, és akkor próbáltuk nyilván priorizálni, hogy azokat a témákat feszegessük elsősorban, amit úgy látunk, hogy a legtöbbeket érint. És hát nagyon bízunk benne, hogy tényleg az olvasók meg fogják találni a maguk kis kedvenc részeit, amit a leginkább a magukévá tudnak tenni. Illetve még egy dolgot szeretnék említeni itt az előzőhöz visszacsatolva, hogy mit jeleznek vissza a barátok, vagy aki nem szakmabeli. Próbáltuk arra is kihegyezni a könyvet, vagy szerintem ezen egy extra figyelmünk volt egyébként, sőt van is egy ilyen fejezet, ami tévhitekről szól, hogy lerántsuk a leplet azokról a dolgokról, amik tévhitekként élnek bennünk, és lehet, hogy nem is tudunk róla, hogy ott él bennünk, viszont megkeseríti az intimitást, a szexuális együttléteket, és ezzel is gyakran találkozunk, hogy olyan tévhitek dominálnak a szexuális életben, amivel nincs is tisztában az illető, és szerintem például ez egy erőssége a könyvnek. Mondasz egy konkrét példát, ha megkérlek, hogy milyen tévhit jöhet most így szóba? Például egy férfinek mindig készen kell állni az együttlétre. Ez maga a tévhit, ami nem feltétlen így jelenik meg, tehát nem feltétlen ez a mondat jelenik meg akár a férfi, akár a nő fejében, hanem mondjuk, ha a nő gondolja így,
akkor abban az esetben, hogyha bármi miatt aktuálisan nem jön létre a szexuális együttlét, bár a hölgy szeretné, akkor azok a gondolatai lesznek, hogy azért nem jön létre, mert az ő férje vagy párja nem igazán jó férfi, vagy ő nem elég jó nő, stb. Stb. Tehát, hogy egy teljesen más történet mentén bontakozik ki az a tévhit, ami ennek a legalján van, és nagyon sok ilyennel találkozunk, úgyhogy a könyvben ebből elég sokat felsoroltunk, és szerintem ez egy, hát azt merem mondani, hogy különlegessége ennek a könyvnek, mert ez tényleg könnyen átadható, jól megvizsgálható önmagunkban egy ilyen eszköz által is, tehát ehhez elég az, hogyha egy picit magunkban nézünk, és felfedezhetünk ilyen dolgokat. Melyik a kedvenc részetek, Bálint? Neked melyik volt a kedvenc? Hát én vittem be sok olyan történetet, ami így a saját magam története, hogy amik így velem megtörténtek. Már a praxisodban, vagy mint magánember? Saját élményt is, illetve hogy a praxisomból is vittem. Saját élményt is bele? Igen, vittem bele, és hogy ezzel is talán szerintem az a célom, hogy annak ellenére, hogy ezzel foglalkozom, és hogy ezt tanultam, és ilyen beadok segítséget embereknek, ennek ellenére, hogy nekem is lehetnek elakadásaim, nehézségeim, és hogy ezt akár föl lehet olyan formában is vállalni, hogy egy könyv formájában. Neked, Vali, melyik a kedvenc része? Nekem a vágyakról szóló rész a kedvencem. Egyébként az adott fejezetet ezzel is kezdtem, hogy nekem ez a kedvenc részem. A legtöbben ezzel is fordulnak hozzám, tehát hogy a tapasztalatom is ebben a legnagyobb. Mármint, hogy elapadt a vágy, és emiatt fordulnak igen, hozzád? Igen. És hogy ez hogy lehet újra? Hogyan lehet újraépíteni, és sokszor találkozom azzal, hogy nem csak elapadt, hanem eltűnt, tehát hogy meg is szűnt. Nulla, igen. Hát vagy jelentősen csökkent, igen, ez talán a leggyakoribb, amivel felkeresnek. És számomra ez egy nagyon izgalmas terep, hogy egyáltalán ezen mit lehet kezdeni, illetve hogy ennek a mélyén mi minden fedezhető fel. Tehát mik azok a dolgok, ami miatt a vágyaink elmúlhatnak, mert hogy ez nem csak a szexről szól. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy itt most a szexről beszélünk, és ez a fő téma, de hogy ezt mindig érdemes úgy vizsgálni, hogy hogyan ágyazódik be a hétköznapjainkba. És a vágyak az különösen egy ilyen terület, hogy ha nem érzek vágyat, most nagyon le fogom egyszerűsíteni, amit mondok, de hogy ha nem érzek vágyat, akkor elképzelhető, hogy az életem más területein se érzek vágyat. Tehát mondjuk demotivált vagyok, szürkének élem meg a hétköznapokat, hiányzik az öröm az életemből, hiányzik az, hogy úgy keljek fel, hogy de jó, akkor most élhetem azokat a napokat, vagy azt a napot, amit megteremtettem a magam számára, mondjuk szeretek bemenni a munkahelyemre, vagy szeretek bizonyos emberekkel találkozni, vagy kinek mi, és itt most nem is egy ilyen hurrá optimizmusról beszélek, hogy kicsattanó energia, nyilván ennek vannak szintjei, de nagyon sokszor találkozom azzal, hogy a vágy probléma az összefügg egy ennél sokkal általánosabb problémával, hogy a világhoz, a kapcsolataimhoz, az életemhez egyáltalán hogy állok. Lehet, hogy oda visszahatás is, gondolom, mert igen. Ha a szexuális életem jobbá válik, akkor az így globál, vagy holisztikusan is pozitív hatással lehet az életemre, viszont hogyha van máshol elakadásom, az beszivárokat a hálószobába is, ha jól értem. Abszolút, igen. Bálint, a szégyent hoztad szóba az előbb, és a kérdésem az, hogy anélkül, hogy itt nagyon sok mindent, hogy szokták mondani, hogy spoilereznénk a könyvből, mi az, amit esetleg megosztanál velünk, vagy megosztanátok ebben a témakörben, hogy mi az, ami leginkább kiváltja ezt a szégyenérzetet az együttléteket illetően, tehát a szexuális aktusokat illetően, vagy szexuális életünk szempontjából. Most arra gondolok, hogy mondjuk az én gyerekkoromban, hogyha mit arról volt, hogy a személyes élményt nekem, vannak olyan emlékeim, amelyek a szégyenhez köthetőek, és nem feltétlenül összefüggésben a nemi élettel, hanem az élet egyéb területeire, de mégis azt érzem, hogy ez a beszivárgás megint ott megjelenhet, akár egy ilyen területen is. Tehát, hogy azt feltételezem, most ezt azért
hoztam szóba, hogy ez az oda-vissza hatás, amit most itt a Valinál beszélgettünk arról, hogy mondjuk a vágyak vonatkozásában, hogy a szégyen, és ezért kérdezem, hogyha mondjuk valakinek a szégyen az élete gyerekként, mondjuk egy tanár, vagy egy bárki megszégyenített, és ez a szégyen elraktározódott benne, mély érzelmi lenyomatot képezve, akkor ez mondjuk hatással lehet-e az együttlétek során, vagy kifejezetten a szégyen olyan szempontból releváns itt, hogy ha szexuális méretbeli, vagy első kudarcélmény, amit ebből a téma szempontjából fontos, hogy érdemes a szégyenre gondolni? Hát én azt gondolom, hogy mind a kettőben megjelenik, amit így említettél, hogyha valaki egy ilyen biztonságos környezetben, egy elfogadó környezetben nő fel, és hogyha még találkozik ilyen megszégyenítő eseményekkel, akkor is ezeket egy ilyen biztonságos, elfogadó környezet ezeket tudja orvosolni. De hogyha esetleg nincs ez a biztonságos, elfogadó környezet, akkor egy ilyen külső szégyenérzet, akár egy tanár által, vagy akár egy, nem tudom, egy felnőtt által, az összekapcsolódhat később egy akár egy szexuális szituációval, amikor hogy ugyanazok az érzések, ugyanaz a érzelmek megjelennek, és ő összekapcsol, hogy hó, hát nekem volt már ilyen élményem, és akkor itt tudattalanul is összekapcsolódik ezzel a szégyenérzettel. Akár, hogy itt most ezt a tanár példát nál maradva, hogy például a tanár iskolai helyzetben is egy ilyen teljesítmény orientált történetek szoktak általában megjelenni, ahol jól kell teljesíteni, mert azért kapunk dicséretet. És akkor, hogy mondjuk ez összekapcsolódhat azzal, hogy az ágyban is akkor kapunk dicséretet, akkor vagyunk büszkék magunkra, hogyha jól teljesítünk. Mindig készen állunk, igaz, ami másik így akkor. Igen, igen. Hogy pontosan, hogy ehhez kapcsolódnak ezek a tévhitek, hogy rengeteg férfinek az az elképzelése, hogy neki mindig merevedésének kell lennie, akkor is, hogyha nem tudom, csak egy a félig messzelen a párja, vagy azt mondják, hogy szexeljünk, és akkor már rögtön. Varázsszóra, vagy vezényszóra, akkor azonnal. És hogy mellette pedig még a párjukkal, például a férfiak nagyon elnézőek tudnak lenni, én azt szoktam tapasztalni, hogy magukkal sokkal szigorúbbak, még mondjuk, hogy szoktam kérdezni, de hát, hogyha a párja nem szeretne önnel együtt lenni, akkor mit csinálnak? Akkor ő is elkezd szorongani, és hogy ő is azt gondolja, hogy ő nem teljesít elég jól, és hogy nem elég jó az ágyban. És akkor nem, hát az tök természetes. Persze neki is van kivétele, csak hogy valahogy ez a tévhitben benne van az, hogy a saját magunkat nagyon szigorúan nézzük, míg mondjuk a másikkal pedig nagyon elnézőek vagyunk, vagy pedig sokkal megengedőbbek, mint magunkkal. Konkrét kérdés, ki szeret többet szexelni, a férfiak vagy a nők? Hát, konkrét válasz szerintem, hogy attól függ, hogy milyen korban. Direkt azért kérdeztem, mert erre szerintem nem lehet egy exakt választ adni, de hogy témaként szívesen behozom, hogy azért mi a tapasztalatotok, tehát nem akartak teket nehéz helyzetbe hozni, hogy itt most a kamerák keresztüzében akkor mondjátok ki az ítéletet, de arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk akár akik ti hozzátok eljutnak, te is ugye szexuális tanácsadóként konkrétan ebben a témában is biztos nagyon sok olyannal találkozol, kik azok, akik inkább nyitottak, hogy egyáltalán beszélnek róla. Ott is a nők azok, akik, mert én azt tapasztalom, hogy az önismeret útján a tisztelet a kivételnek, majd a férfiak között is egyre többen vannak, hál' Istennek, de hogy a hölgyek nyitottabbak és jobban vállalják azt, ha vannak bizonyos elakadásaik, és ezt szakemberek elé viszik, és azt mondják, hogy én ebben kérek segítséget. Van egy ilyen mondás is, hallottam nem régen, hogy a nők segítséget kérnek, a férfiak meghalnak. Ami lehet, hogy erős túlzás, de az a folyamat, Bálint, ami a stressz által, a frusztráció által, a ventilálás hiánya által, anélkül, hogy elmenne egy szakember segítséget kérni, emészti magát belül. Lehet, hogy egy sör mellett a barátainál ugye szóba hozza, de az nem biztos, hogy megoldást kínál. Meg ráadásul ugye a hölgyek azok folyamatorientáltak, tehát jobban szeretik ezt, hogy mi férfiak megoldásorientáltak vagyunk. Igen. Kódoltan, és azt mondom, hogy mondja nekem három dolgot, amitől jobb lesz. És akkor nem kell itt maszatolni, hogy itt mindenről beszélgessünk. Mi az a három dolog, amiről oda kell figyelni? Tehát azért egy kicsit az ördög ügyvédjeként kérdeztem, vagy hozom be ezt a kérdést, hogy mi a tapasztalatotok, meg egyáltalán a könyvet kinek írtátok inkább. Nyilván az a reményem, hogy a férfiak is nyitottak lesznek rá, de hogy látjátok a nyitottságot? Ez most hirtelen egy picit sok kérdés volt, de azért de megpróbálok. Lelkes vagyok a témától, meg örülök, hogy itt vagytok, és most így rátok zúdítottam, de azt vegyétek el ebből a bombonból, így az azt a közepéről, amelyikhez szívesen csatlakoznátok. Tehát most akkor több mindenre fogok válaszolni. Egyrészt az én tapasztalatom az, hogy nekem nagyjából fele-fele arányban vannak a férfiak és a nők a klientúrámban. Nyilván nem tudok mindenkit fogadni, aki megkeres, de hogyha még a megkereséseket is figyelembe veszem, akkor is nagyjából ez a fele-fele arány ez marad. Az
Megmosolyogtató volt a számomra, ahogy mondtad, hogy a nők folyamatorientáltak, és a férfiak pedig azt mondják, hogy na kérem azt a három tippet. Ezen azért mosolyogtam, mert ezt tapasztalom, tehát hogy ez valóban így van, hogy a férfiak, akik megkeresnek, ők sokkal inkább vágynak arra, hogy akkor ők most tuti tippeket kapjanak. A nők pedig jobban szeretnek az érzelmekről beszélni, és egy kicsit más irányból közelíteni a témát. Ami érdekes, hogy szintén ez a tapasztalatom, illetve kollégákkal is erről sokat beszéltünk, hogy az utóbbi időben azt látjuk, hogy bár általában az a hiedelem, hogy a férfiak azok, akik nagyon akarják a szexet, és a nők azok, akik pedig visszahúzódnak, vagy elutasítanak, hogy a fáj a fejem. Ez a klasszikus, igen. Klasszikus. Most már nem ezt látjuk, hanem most már azt látjuk, hogy a nők azok, akik verik az asztalt, hogy már pedig szexet akarok, és a férfiak azok, akik visszahúzódnak, és azt mondják, hogy nekem ez most már sok. Ez egy nagyon érdekes tendencia, nem tudom, hogy erre van-e statisztika, vagy tehát most tényleg ez a saját tapasztalat, nem tudom például Bálint, hogy te mit tapasztalsz, de szerintem ez egy nagyon érdekes fordulat, hogy hogyan változott ez az utóbbi években. Én is azt gondolom, hogy inkább ez jelenik meg nálunk, illetve, hogy szerintem az is így benne van ebben a torzító témában, hogy szóval mivel találkozunk. Szóval, hogy szerintem... Ki az, aki eljut hozzátok? Igen, és hogy szerintem én, amikor így ilyen párokkal dolgozom együtt, vagy ilyen szexuális elakadások, azért nagyon gyakran megjelenik az, hogy a hölgyek szeretnének többet szexelni, a férfiak pedig inkább elkerülnek. És akkor itt is visszatérhetünk arra, hogy a szégyen érzet. Az, hogy... Attól félnek, hogy felsülnek? Igen, pontosan, és sokkal egyszerűbb elkerülni ezt a történetet, hogy hát már 30-40 éves vagyok, szexeltem én már eleget, nem kell annyira ezt erőltetni, és hát, hogy megbékülnek. Bálint, mert engem megdöbbentettél azzal a ténnyel, amikor mondtad, hogy vannak 30-35 éves férfiak is, akik úgy jutnak el hozzád, hogy még nem volt kapcsolatuk nőkkel. Igen. Tehát most ugye azt emelted ki, hogy már 30-40 évesek szexeltem már eleget, most már nem. Ugye azért van egy másik olyan rész is, és szerintem ezek a felvilágosító könyvek abban is segíthetnek, hogy ez változzon, ez a tendencia. Én azt gondolom, hogy valahogy egy ilyen, ahol előfordul ez, hogy mondjuk, hogy valaki 30-40 évesen még nem élt szexuális életet, azért ott egy komoly elakadás lehet a háttérben, illetve hogy neki is akár a szakember segítsége mellett azért nagyon fontos az, hogy találjon olyan információt, amiből így hasznos és szakmai infókhoz jusson. És én azt gondolom, hogy akár ebben a helyzetben is így segíthet ez a történet, csak hogy tényleg inkább azt kell megtalálni, mi a motiváció, mi az, ami miatt kilépne ebből a komfortzónából, ami egy eléggé szűk komfortzóna. Hát igen, mert a kisebb ellenállás az lehet többek között a pornó például. Nem tudom, erről írtatok? Igen. Kicsit foglalkozunk ezzel a témával is, mert ugye itt most az elkerülést hoztad szóba, hogy az kevésbé veszélyes ilyen szempontból, mert ott nincs egy kitettség, hogy felsülök vagy nem, nincsen kinek megfelelni, tehát egy könnyebb megoldás lehet, és azért bár elméletek senki soha nem nézi a pornót, mégis dübörög, mint üzlet, mert hogy valakik mégis nézik valahol, tehát hogy feltételezem, hogy van ennek létjogosultság, hogy erről írjatok, vagy akármi most erről beszéljünk. Persze, meg én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jó megküzdési mód, amit itt nagyon előszeretettel használnak az emberek, és szerintem akár amellett, hogy nagyon sok negatív hatása van, akár szerintem azért sok párkapcsolatot át is tud segíteni ilyen nehezebb időszakokon, csak hogy az a probléma, hogy amikor már tényleg, hogy visszatérve arra, hogy itt a férfiak és nők közötti nehézségek egy párkapcsolatban, én azt látom, hogy amikor már ez egy ilyen párkapcsolattá válik, és amikor már a szex az egy ilyen szeretkezéssé, és amikor ez egy ilyen, már régebb óta tart ez a történet, és így az intimitás előtérbe kerül, azt szerintem sok férfi nehezen viseli, nehezen tud ebben jól funkcionálni, még egy ilyen olyan helyzetben, amikor csak így szexről van szó, és kicsit ilyen érzelemmentesebb, kevésbé engedik bele magukat, abban akár jobban tudnak. Tehát most arra gondolsz, hogy egy szexuális együttlét, amiben nincsen intimitás, ott könnyebben veszi a férfi az akadályokat, mint amikor már arról van szó, hogy egy meghittebb szeretkezés formáját ölti az egész. Igen. És akkor visszatérhetünk arra a különbségre, amit így a Vali említett, hogy az érzelmek és az a gyakorlati három tipp, amivel lehet megoldani ezt a nehézséget.
hogy szerintem, hogy ebben, hogy valahogy ez a férfiak és nők közötti örök különbség, amit így valahogy így, hát valamilyen módon jól lenne közelíteni egymás felé. Figyelj, a pornóra azt mondtad, hogy akár segíthet egy párkapcsolatot is tovább lenteni. Hogyan? Hát én azt gondolom, hogy abból a közösen szempontból... Közösen nézik, vagy... Persze, abból a szempontból, hogy közösen nézik, vagy szerintem én még, szerintem nagyon sok ember úgy gondolja, meg én is úgy gondolom, hogy az, hogyha mondjuk valaki pornót néz, az mégse azt mondjuk, hogy elmegy és szexel egy harmadik személlyel, aha, vagy elmegy prostituálthoz. Hogy nem számít megcsalásnak. Hát én azt gondolom, hogy nem számít megcsalásnak, persze ez minden pár maga dönti el, hogy mi számít náluk megcsalásnak, mi nem, de hogy az, hogy mondjuk egy olyan időszak, amikor mondjuk nem tudom, gyerekek születnek, vagy éppen egy ilyen nagyon érzelmileg távol vannak egymástól a párok, akkor ez lehet egy ilyen olyan segítségnyújtás, vagy egy ilyen kis raktapasz ideiglenesen, amivel így mondjuk így ki lehet bekelni azt az időszakot. Mert hogy most simán lehetne azt, hogy hát összevesztem a feleségemmel, elmegyek egy prostihoz, de hogy hát azért ez nem egy ilyen kapcsolatépítő megoldás lenne, azt hiszem. Igen, a könyvben egyébként kitérünk erre, hogy a pornóról általában nagyon negatív képet festünk, nem véletlen, és nagyon fontos arról beszélni, hogy milyen káros hatásai vannak, illetve hogy egyáltalán miért tudja ilyen virágkorát élni. Viszont közben az is fontos, hogy mivel rengetegen nézik a pornót, és nem tudjuk kiiktatni az életünkből, ezért érdemes megkeresni azokat a módokat, ahogy hasznosíthatjuk a pornót. Tehát, hogy azért azt be lehet építeni a kapcsolatba, akár ahogy Bálint említette, hogy ilyen átmeneti időkben is segítség tud lenni, illetve visszatérve a vágyakhoz, tehát mondjuk annak a felfedezése, hogy mi az, ami nekem tetszik, mi az, ami nem tetszik, mi az, ami a képernyőn tetszik, de mondjuk kipróbálni nem szeretném, vagy éppen ki szeretném próbálni. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen lehet használni, és fontos, hogy nagyon sok párnál az látható, hogy nem az okozza a problémát, hogy a pornó jelen van az életükben, hanem hogy titokban van. Tehát az szokott lenni... Nem tudnak beszélni róla, nem merik egymás előtt vállalni, vagy hogy igen, titokban? Tehát, hogy mondjuk a pár valamelyik tagjának van egy szexuális frusztrációja, mondjuk abból adódóan, hogy különbözőek a vágyak, és akkor valamelyikük pornót használ, és amikor a párja megtudja, mert lebukik, tehát ez nem egy nyílt dolog, akkor ebből akár konfliktusok kerekednek. Vannak párok, akik ezt mondjuk tényleg a megcsalás kategóriába teszik, tehát hogy itt elég színes lehet a paletta, de az én tapasztalatom az az, hogy sokszor a problémát valójában tényleg az okozza, hogy titokban van tartva, nem a közös játék térnek a részévé válik a pornó, mert úgy tényleg jól használható, hanem az kezdi el darálni a kapcsolatot, amikor kiderül, hogy valamelyik fél ezt aktívan használja, és közben a párja erről nem tud, nincs bevonva a közös térbe. Hátánságban is azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban veszélyes lehet a kommunikáció hiánya, bármi területről is van szó, szerintem ez fokozottan igaz mondjuk a szexuális életet illetően, hogyha itt ezek megszületik, vagy elkezdik ez a titkolózás, és akkor nem merek beszélni róla. Én nem tudom, hogy mennyire gondoljátok, vagy látjátok azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ember merjen erről beszélni, mert ez szerintem összefügg minden, amiről itt beszélgetünk, akár a szégyentől kezdve, a felsülés, a konfliktus kerülés, az elkerülő típus, vagy magatartás, tehát hogy nem tudom, ezt a témát érintitek-e, vagy most beszélünk róla, vagy a könyvben is van, hogy ez a párkapcsolaton belüli vágyak felvállalása, ugye, mert itt mondtad, hogy a vágynak az apadása később esetleg megszűnése, annak lehet egy olyan gyökere is, gondolom, hogy nem merem elmondani a másiknak, hogy nekem milyen vágyaim vannak, és ez frusztrációként jelenik meg, amire máshol próbálok megoldást találni. Most lehet ez a pornó, vagy egy harmadik személy, de ha azt a megoldást szeretnénk, hogy ez a kapcsolat rendeződjön, akkor meg a kommunikáció lehet az egyik irány. Igen. Szerintem az nagyon fontos volt, amit a Vali mondott, hogy ez a játékosság, hogy bevinni a dolgokat, és hogy az, hogy én most beszélek a párommal, és elmondom neki, hogy nekem ilyen ötleteim vannak, ilyen gondolataim, és hogy nem tudom, akár miközben együtt vagyunk, így fantáziálhatunk arról, hogy nem tudom, bármiről. Ilyenkor az emberekben van egy ilyen előfeltételezés, hogy hú, hát engem emiatt el fog utasítani, úgyse fog belemenni, konfliktusba fogunk keveredni,
aminek persze lehet alapja is, de hogy valahogy ezek a prekoncepciók odáig jutnak el bennünk, hogy hát akkor inkább el sem mondom, és akkor egyedül élem meg ezeket a dolgokat. De hogyha szerintem így a terápia során nagyon gyakran van az, hogy mi egy ilyen biztonságos, elfogadó légkört biztosítunk a klienseknek, és hogy ebben ők kipróbálhatják, megélhetik azt, hogy ők el vannak fogadva a vágyaikkal együtt. És hogyha ők ezt képesek így belsővé tenni, megkapják azt az elfogadó attitűdöt, amit esetleg korábban nem kaptak meg, utána lehet, hogy bátrabban képesek arra, hogy ők ezt kommunikálják a párjuk felé. Mm-hmm. Úgyhogy ez a terápiáknak általában az egyik kimondott, ki nem mondatlan célja szokott lenni. Hát illetve igen, tehát hogy sokszor nem alaptalan ez a félelem, tehát ez a biztonságos közeg, ez az elfogadás, ez a párkapcsolatban nem feltétlen tud megvalósulni, ami mondhat valamit magáról a párkapcsolatról is, de nem feltétlenül, tehát lehet, hogy pont az én trigger pontom az, amit a másik éppen megoszt, és akkor nem tudok biztonságos, elfogadó közeget biztosítani, mert éppen... Saját démonjaimmal küzdök. Pontosan, és éppen a dühömmel próbálok valamit kezdeni, meg az én dolgaimmal. Tehát ez egy fontos rész, hogy tényleg van, ami mondjuk nehezen kihangosítható egy kapcsolatban, vagy a kapcsolat aktuális pontján. És másrészt pedig egyel visszább lépnék, hogy azzal is nagyon sokszor találkozom, hogy valójában nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi a vágyunk. Tehát nem arról van feltétlenül szó, hogy a páromnak el tudom-e mondani, hanem magamnak el tudom-e mondani, magamnak meg tudom-e fogalmazni, ismerem-e a testemet, ismerem-e azt, hogy melyik érintés esik nekem jól, és melyik nem esik jól. És ennek még mindenféle skálája, és nagyon sokféle feladat van egyébként erre, amit én például nagyon szeretek házi feladatnak adni a klienseim számára, mert nagyon hasznos, ezek nagyon apró feladatok sokszor, nagyon egyszerűek. Egyet osz meg velünk, kérlek, mert annyira kíváncsivá teszel. Jó, rendben. Én például nagyon szeretem arra a játékra hívni a klienseimet, hogy kezdjék el azt kipróbálni, hogy különböző anyagokat összegyűjtenek, mint például mondjuk sejem, vagy egy ilyen dörzsi szivacs, vagy jégkocka, tehát ez lehet különböző felületű, különböző tapintású, különböző hőmérsékletű anyag, bármi, ami az eszükbe jut, lehet madártól bármi. A kreativitásnak határtalan igen, abszolút. Terepe lehet, igen. És kezdjék el megfigyelni azt, hogy ezek az anyagok, ezeknek az anyagoknak az érintése a testükön milyen érzést kelt. Tehát ez megvalósulhat úgy, hogy valaki mondjuk egy dörzsi szivacssal tényleg így végigradírozza a testét, tudatosan arra koncentrálva, odafigyelve, tényleg megfigyelve, hogy mi történik a testében. Lehet, hogy mondjuk egy sejem hálóinget fog felhúzni, és azt fogja kipróbálni, hogy az milyen érzéseket kelt benne, és egyszerűen csak megfigyelni azt, hogy mik azok a dolgok, amik jó érzést keltenek, mi az, ami kellemetlen, keresni ezeket a határokat, hogy mondjuk ha gyengéden csinálom, akkor még nagyon jó, hogyha erősebben még az is jó, de hogyha már eljutok arra a szintre, hogy fáj, akkor nem jó. És van, akinek az is jó, de ez egy másik történet. És hogy ez egy rettentő egyszerű feladat, őszintén megmondom, hogy sokszor a kliensek így néznek is, hogy én ezt most komolyan gondolom-e, hogy majd ez fogja előrébb vinni az életüket, de amikor elkezdenek belemenni, és egy mély folyamattá válik, és tényleg jelen tudnak lenni az adott fél órában, amíg ezzel foglalkoznak, akkor szoktak olyan megélések lenni, és szoktak olyan feleszmélések lenni, amik tényleg tovább lendítik aztán mondjuk a vágy felkeltésének az útját, vagy lehetőségét. Az önkielégítésről szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit, mert ugye a pornót azt most az előbb érintettük, itt arra vagyok kíváncsi, hogy mit tapasztaltok, mennyire segítheti egy pár szexuális életét, vagy éppen nem. Most már azért vagyok ilyen óvatos a fogalmazással. Több okból is, de most ami ide kapcsolódik az, hogy a pornónál is csak az árnyoldaláról szokott szó esni, és feltételezem, hogy itt akár az önkielégítésnél is lehet egy olyan, hogyha ez egy vállalt dolog, akkor akár még előre is viheti, nem tudom, majd ti megmondjátok, csak szerintem ez is egy sokszor tabu téma, nem hogy médián keresztül, hanem még a pár egymás előtt sem biztos, hogy vállalja.
Igen, hát ez is egy ilyen nehézséget szokott okozni, hogy mondjuk a pár egyik tagja mennyire vallhatja be azt, hogy ő szokott esetleg maszturbálni, vagy pedig mennyire van egy olyan elvárás a párkapcsolatban, hogy ők ezt nem szabad ilyet csinálni, hanem csak ők szexelhetnek hetente egyszer, kétszer, vagy havonta, vagy két havonta. Szóval, hogy ezek szintén ugye ez irreális elvárások azért meg szoktak jelenni. Én mindig arra szoktam buzdítani a hozzám járókat, hogy ezzel a lehetőséggel azért érdemes élni, és hogy ez egy ilyen nagyon fontosan ismereti hozadékot is hoz, az, hogy én tudom, ki tudom elégíteni magamat, tudom, hogy nekem mi a jó, akár, amit így előbb említett a Vali, hogy az, hogyha én sejemmel simogatom magamat, vagy a dörzsi szivacssal, vagy éppen, nem tudom, kézzel, vagy egyéb dolgokkal kényeztetem magam, az egy nagyon jó ismereti hozadékot hoz, amivel én segítséget is tudok nyújtani a partneremnek abban, hogy nekem például hogy kell csinálja, hogy én jól érezzem magam, illetve hogy én is kaphatok erről információt vele kapcsolatban. Gyakran szoktam azt is javasolni, hogy esetleg kipróbálni egy játékos módon, hogy egymás előtt maszturbáljanak, vagy pedig, hogy az egyik fél megtanítsa a másiknak, hogy neki hogy jó. Én azt is szoktam látni így a munkám során, hogy nagyon sok ember, amikor ugye a orgazmusáról van szó, akkor nagyon szereti irányítani a dolgokat, mert hiszen erre tanult rá, hogy ő saját magát el tudja juttatni a csúcsig, de hogyha mondjuk ott van egy illető, akivel pár alkalom óta, vagy akár hosszabb ideje is próbálkoznak ezzel a dologgal, akkor azért ott adódik egy olyan nehézség, hogy hát ezt nem én csinálom, nem én irányítok, és akkor nagyon nehéz, hogyan kommunikálhatom, hogy ez nekem most nem annyira jó, vagy éppen, hogy egy kicsit feljebb, egy millivel, vagy két millivel, szóval, hogy egy ilyen, ez is egy kicsit egy ilyen ciki erről beszélni, szégyenérzetet válthat ki, de hogyha erről tudunk beszélni, akkor egy mankót adunk a másik félnek, és hogy mi is kicsit ilyen lazább. Egy használati utasítást magunkhoz. Igen, és ez egy nagyon fontos dolog, csak hogy ezt így erről így elfeledkezünk, és a rengeteg férfi kliensem azt mondja, hogy hát én nem kérem meg a partneremet, hogy orálisan kielégítsen, mert akkor én nem tudok eljutni az orgazmusig. Hát akkor meg elmegy máshova, ahol ezt megkaphatja, nem? Nem azért, hanem hogy a férfi megkérné, azért nem kéri meg a párját, hogy mondjuk orálisan kielégítse, mert hogy ő ebben a szituációban nem ő irányít. Ja, értem. És hogy ebből kifolyólag van egy elakadás ezzel a dologgal kapcsolatban, de hogy ő nem tudja ezt így kommunikálni. És hogy ő nyugodtan, mondjuk ilyen nem direktív módon megpróbálhatja irányítani ezt a dolgot, hogy mondjuk a, nem tudom, a testét így mozgatja, akár egy, hogy meglegyen az a ritmus, ami neki kényelmes, vagy pedig akár verbálisan is kommunikálhatja, hogy figyelj, nekem ez úgy lenne jó, hogyha így csinálna, nem pedig úgy. És hogy itt is egy ilyen negatív spirál tud kialakulni, egy jó, hát akkor én nem szólok, akkor ezt nem csináljuk, akkor a másik félben is kialakulhat egy ilyen gondolatsor, hogy hát biztos nem akarja, meg hogy ilyen, csak vagy nem csinálom én inspirál, jól. Hogyha... Igen. És valójában, hogy sokszor a projekció jelenik meg, hogy igen. Feltételezés, hogy ha én ezt bemerem hozni a hálószobába, akkor ő ezt és ezt fogja. Amit Vali mondtál, az nyilván valid, hogy lehet ennek alapja, hogy valaki mondjuk az önkielégítést, vagy főleg a pornót már megcsalásnak tekinti. Én már hallottam ilyet is egyébként, hogy az önkielégítés is megcsalásnak számít, mert hogy nem velem éled meg közösen. És az a furcsa számomra egyébként, csak egy átvezetésképpen mondja, adom a szót tovább nektek, hogy ott van például a szürke 50 árnyalata, ami nézettségi rekordokat döntött, és nem tudom, és az egész ugye, én nem láttam egyébként, de ez ahogy behoztad a sejem, behoztad ezeket a dolgokat, tehát hogy amiket is szösszeneteket hallottam belőle, az mind a játék, mind arról szó, hogy kalandokba viszi, és nem a klasszik. Most ugye rohanó mindennapokban lehet, hogy azt mondom, hogy jó, kinek van erre fantázia, ideje, meg nem tudom mi, de mégis ez valamiért vonzza az embereket, tömegeket vonz ez a játékosság. Tehát legyen szó az önkielégítésről, vagy egymásnak való segítségnyújtásról, szerintem ez nagyon fontos téma. Hát illetve, ahogy most itt erről beszéltünk, hogy ezek a projekciók hogyan működnek, ezek az elvárások, ezek a gondolatok, hogy hát akkor neki valószínűleg ez jó, nekem az kevésbé, de nem baj, jó lesz, meg ezt kérem, azt nem kérem, stb. Hát innen azért már egészen érthető, hogy jutunk el a kevés szexhez, vagy a szex kimerüléséig, tehát hogy pontosan ezek a körök kezdenek el erősödni, és jutunk el arra a pontra, hogy nem akarunk szexelni, mert fárasztóvá válik, mert nem az történik igazából, amit én úgy Isten igazából szeretnék. Amire vágyom. Igen. És visszakanyarodva ide az önkielégítés témára, meg erre a játékosságra, hát ez rendkívül szorosan összefügg, tehát hogy tényleg ez egy jó önismereti út, hogy a szexualitásunkat megismerjük, tehát az önkielégítés során, most hogy
orgazmussal jár, vagy nem jár orgazmussal, ez ilyen értelemben másodlagos, nyilván az orgazmus az fontos az életünkben, de hogy az önmagunk felfedezése, és tényleg így a játéknál, a játékosságnál maradva, rendkívül fontos és központi témája a szexualitásnak, hát és egyébként az örömélményünknek, tehát az egész életünknek központi témája. Úgyhogy erre mindenképp érdemes energiát fordítani, és szerintem amit nagyon fontos még ide behúzni, az az önszeretet. Tehát hogyha a maszturbációra gondolunk, akkor érdemes mellé tenni ezt a szót, és megfigyelni, hogy ez mit is okoz bennünk. Tehát, hogy ha arra gondolok, hogy önkielégítés, akkor azt összepasszolónak érzem-e az önszeretettel, mert valójában kéz a kézben jár a két fogalom, csak nem biztos, hogy ez éppen aktuálisan így van a fejünkben, mert hogy sokszor a szégyen, a bűntudat, a piszkosság fogalmai jelennek meg sokkal inkább, vagy a megcsalás, vagy az önkielégítéshez. És nem az önelfogadás, az önszeretet. Igen. Pedig hát az önszeretetről szól, hiszen mit teszek, olyan módon kényeztetem magam, ami számomra örömet finom, szenvedélyes, örömet okoz, és azt élem meg, hogy jó élni. És hát ezt elég sokféleképpen elkasszáljuk az életünkben, úgyhogy ide érdemes visszatérni. Igen, szerintem ilyen közhely kicsit ezek a negatív automatikus gondolatok, ami, hogy ezzel nagyon tudjuk bombázni magunkat, és nekem ez ugrott be arról, amit ugye valami mondott, hogyha én negatívan gondolkodok magamról, hogy azt mondom, hogy béna vagyok, ügyetlen vagyok, úgyis el fogom rontani, ez egy ilyen tök természetes dolog, ezek tudattalanul is megtörténhetnek, míg hogyha azt mondanánk, hogy így gondolkodom magamról, hogy én mennyire jó vagyok, mennyire ügyes vagyok, mennyire szép vagyok, mennyire jól meg tudok oldani egy feladatot. Ilyenkor nagyon sok ember azt mondja, hogy fú, de hát ez milyen beképzelt dolog ilyet mondani, meg hogy hát miért gondolkodok én így. És hogy tényleg ugyanez az önszeretet, hogy én mennyire tudom szeretni magamat, mennyire tudom simogatni, kedveskedni magamnak. Ezek a negatív automatikus gondolatok, ezek nagyon-nagyon alattomos dolgok lehetnek, mert tényleg tudattalanul ez így beszivárog az életünkbe, és az a durva Bálint, amit mondtál, hogy én nekem ez veszőparipám, hogy a magyar nyelvben viszonylag közel áll, vagy legalábbis így használjuk sokszor szinonimaként a nagyképű, meg a magabiztost pedig annyira messze áll egymástól, mert az, amit az előbb mondtál, az, amit az emberek sokszor úgy érzik, hogy jaj, nem már, az inkább úgy élik meg, hogy ez egy nagyképű lenne, hogyha én magamról azt gondolom, hogy örülhet a másik, hogy velem van, vagy ne, számára is jó, ez is lehet, hogy hozzám érhet, és akkor ez a Jézusom, hogy el van szállva magától, pedig ez egyfajta önelfogadásról, vagy önszeretetről árulkodna. Mielőtt nagyon elmélyednénk ebbe a számomra nagyon kedves témában, mert ugye nekem ez az önbecsülés, önszeretet, önelfogadás volt a mindig is a legkedvesebb hozzám közelálló, maradva a könyvetek témájánál, és közeledve a beszélgetésünk végéhez, van-e még bármi, amit szívesen elmondanátok? A könyvről, a témáról, ami még így bennetek van. Hát én mindenképp javaslom, hogy aki ezt a könyvet a kezébe veszi, és végigmegy rajta, hogy azokat a feladatokat, kérdéseket, amiket ott felvetünk, azokat tényleg válaszolja meg, és mélyedjen egy picit el saját magában, a saját történetében, mert szerintem ez tényleg nagyon előre lendítheti a szexualitást, akkor is, hogyha éppen van egy aktuális elakadás, és akkor is, hogyha nem, tehát hogy egy ismeretterjesztő írásként is abszolút hasznos. Úgyhogy én ezt a tanácsot adnám. Köszönjük. Én azt tudom mondani, hogy talán ennek a könyvnek egy másik célja az, hogy ez a saját magunk megismerése, illetve a saját magunk elfogadása. És hogy szerintem nagyon sok emberben, hogy ezzel van így probléma, akár a szexualitás, vagy akár így a életének a különböző területein, hogy mennyire vagyunk kibékülve magunkkal, és mennyire tudjuk magunkat elfogadni, illetve hogy szeretni magunkat. És hogy én azt gondolom, hogyha ezt a könyvet így valaki végigolvassa, vagy olvas belőle bizonyos részeket, hogy talán, hogy adhat egy ilyen segítséget, vagy egy ilyen kis egy lépéssel közelebb tudja vinni az embert ahhoz, hogy jobban elfogadja magát, és hogy jobban szeresse magát.
Nagyon köszönöm nektek, hogy most is itt voltatok. Kívánok nagyon-nagyon sok eladott példányt, sok sikert a könyvetekhez. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha kedvet kaptatok hozzá, akkor itt a leírásban megtaláljátok azt a linket, amint keresztül meg is tudjátok szerezni a saját példányatokat. Fogadjátok szeretettel, és köszönjük a figyelmet. Iratkozzatok fel a csatornára. A jövő héten újra jövünk hozzátok. Vali Bálint köszönjük, hogy itt voltatok. A jövőben is várunk vissza titeket. Sziasztok!